Ma már kordonnal elkerítve is lezárták a munkaterületet a Katona gimnázium előtti járdaszakaszon, így az iskola előtt nem lehet gyalogosan közlekedni. Az Izsáki út négysávosításának munkálatai miatt közműkiváltás kezdődött meg a területen, így ezen a szakaszon előreláthatóan június 24-ig nem lehet majd gyalogosan közlekedni, csak a szemközti oldalon. A Katona József gimnáziumba ideiglenesen a Mária körút felüli kapun lehet bemenni. Bársávváltásra nem kényszerülnek a gyalogosok és kerékpárosok, azonban szintén kerülőt kell tenniük június 28-áig az Árpád körút Petőfi Sándor utca felüli részén, ahol a gyalogos és kerékpársávot teljes egészében lezárták. Itt a burkolatot is felmarták a gépek. Jelenleg a Petőfi Sándor utcán az ideiglenes buszmegálló és a Mária körút közötti kerékpárút teljes szélességében le van zárva a közműmunkálatok miatt.